Kult óra a Spirit fm -en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon. Tiszteltel köszöntöm Önöket a Kultúra műsorát hallják és látják, hogyha YouTube-on is követnek bennünket, amiként én remélem is. Első vendégem klasszika filológus és az Európai Politikai Filozófiai Központ tanára, dr. Seres Dániel. Jó napot kívánok, örülök, mit érdemes, mit lehet, mit kell ma még az ókoron kutatnunk. Mi az, amit nem tudunk, és mi az, amit mondjuk egy íróasztalnál vagy egy számítógépnél tudunk meg, és nem az ásatások során? Ha maradunk a nyelveknél, akkor talán kezdjük nyelvészeti téren. Például az új latin nyelveknek a kialakulása. Bármi meglepő, ez még ma is egy frekvens kutatási területén magam is dolgozom egy ilyen kutatócsoportban, amely elsősorban a feliratok nyelvezetéből következtet arra, hogy a latin nyelvnek hogyan alakultak ki, kialakultak e egyáltalán dialektusai, nyelvjárásai, és azokból, hogyan jöttek létre az új latin nyelvek, francia, olasz, spanyol, és a többi. És ezt a projektet tovább lehet gondolni egészen a középkori latinságig, ugyanis bizonyos területeken a latin nyelv nem differenciálódik olyan gyorsan, mint az ókornak a vége, hanem átnyúlik a középkorba, ez mondjuk a gal területek, tehát a mai Franciaország, vagy pedig Hispánia, mai Spanyolországnak a területe. Úgyhogy például ez egy virágzó kutatási terület, többen dolgozunk ebben a kutatócsoportban nemzetközi, Úgyhogy ez egy lehetséges terület. Ha, igen. Tudom, most még sorolt volna, és majd soroljon is, de ha már ezt említette, például ez a sokféle mai ismert modern nyelv, aminek igen. mind a latina gyökere. Igen? Ez nem egy-egy dialektus? Nem dialektusok, hiszen önálló nyelvi rendszerként de, működnek. De nem, de, a, hogy az nem eredet... a nyelv alakulása folytán okán lettek ezek önálló nyelvi rendszerek? Ilyen értelemben mondhatjuk ezt, hogy igen, de hogy nem mondanám azt, hogy a francia a spanyolnak Jó. egy dialektusa, tehát ez nyilván nem, de a ne, nem, nem igaz. A latinnak nem, mert megértési szakadék van. Például Nagy Károlynak, Frank császárnak van egy ilyen határozata, amelyben az egyháziakat fölszólítja arra, hogy közérthető római nyelven is meg kell fogalmazniuk a prédikációt, és a mi atyánkot is el kell mondaniuk. Tehát ez érthető, hogy valamilyen nyelvi megértési szakadék jött létre az általunk ismert latin nyelv, a hagyományozott latin nyelv és a beszélt latin nyelv között. Az nagyon érdekes, és azt tényleg a felsorolás következő pontja jöjjenek, hogy mi száz évvel ezelőtt, ahogy tanultam én apámtól, nagyapámtól, simán birtokában voltunk valamelyes latin nyelvtudásnak. Kellett tanulni középiskolában latinul. Ez valamit ez mégiscsak valami nyelvi bázist adott, és ez gyakorlatilag mára szinte teljesen elkopott, lekopott. Ez így van, sajnos a latinnek és az, az ógörögnek is a gimnáziumban a, a sorsa az igen hányattatott. Ugye az ógörög 1945 után nem tért vissza semmilyen formában a gimnáziumban, vagy bocsánat, intézményes keretek között nem tért vissza, tehát pár latinos kolléga a szívszerelemből szakkör formájában tart ógörögöt. A latinnak sokkal érdekesebb szerintem az életpályája, ugyanis 45-ig egy lefelé menő tendenciában mozgunk 1924-től, de ez még mindig, mindig jelentős, és majd 1945 után, hogy az orosz mellett egyfajta identitás képző eleme mégis van a latinnak, tehát többen választják második idegen nyelvként, így tud túlélni. A 70-es években van egy nagyobb fellendülés, ez valószínűleg összefüggésben áll az új latin tantervvel, amit akkor vezetnek be, és nagyon érdekes módon a 90-es években teljesen eszánszát éli a latin. Ez valahol az ezredforduló környékén kopik ki, és hát ma, ma már ott tartunk, hogy sajnos nagyon kevesen választják. Noha van erre lehetőség, mert második idegen nyelvként ma is tanulható. Sőt, a nyolc osztályos gimnáziumokban van egy Latin Örökségünk című tantárgy is, amit ötödik 6 osztályban választhatnak a diákok. És ez lényegében az európai kultúrának a latin gyökereit mutatja meg. Különös tekintettel Pannonia Provincia, ami nekünk ez, érthető, ez nekünk fontos, fontos hiszen hát hát hogy itt élünk. Na, a, a további példája, ugye volt az egyik példa a miértre, uh -huh. az, hogy lehet kutatni a nyelvék eredetet. Így van. Ö, másik példa maradok, másik szűkebb szakterületemen, ö, beszédek, szónoklatok. Én Demosztánieszből írtam a doktori diszertációmat, ö, Tulajdonképpen politikai beszédeket, perbeszédeket fordítok az ókorban, és bármennyire furcsa is, de demosztanész összes magyarul nem létezik. Sőt, több szónokot mondhatnék, akinek a művei magyar nyelven nem olvashatóak, és ez a magyar ókor egy hatalmas adóssága. Ugyanis, hogyha szertenézek a világban, angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul, ezek elérhetőek, sőt, több fordításban válogathatok, hogy melyiket szeretném elolvasni és ez, mi, ez, mind nincs meg. Ez például mennyire izgalmas. Demosztenészt úgy érdemes fordítani, hogy magunk is arhaizáljunk. Tehát egy, nem. egyfajta régies nyelvet kövessünk, minthogyha. Mint Vagy mai, a mai értelmezésben, mai nyelvezettel érdemes. Én abszolút a mai nyelvezet mellett vagyok. Pár fordításunk azért van, most szégyellem ebből nem készültem. 10 valahány olvasható magyar nyelven a 61 művet tömörítő korpuszból. Ennek a döntő többsége az vagy 19. századi, vagy századfordulós, már mint hogy 19. 20. századfordulója. Ezekbe, ha beleolvasunk, azért ez a mai beszélt nyelvtől igen távol áll. Pedig csak száz év. Így van, így van. Tehát amikor egyetemistáknak feladom, hogy jövő héten erről szeretnék velük beszélgetni, akkor azért találkozom a következő héten furcsa tekintetekkel, hogy nekik milyen szövegeket kell. De hát ez nem kell latin fordítását, odaadunk egy jókai könyvet a mai diáknak, és bajban van. Így van, így van, így van, így van. Szóval hát ebben, van, van, feladat. Tehát ezeket újra is lehetne fordítani, hogy mai nyelven szóljanak az olvasóhoz, meg hát nagyon sok valamit még le se fordítottak soha. Kultúrtörténeti értéke nyilvánvalóan hatalmas. Abszolút. A jelenkori politikatudomány számára tudna adni valamit? Szerintem tudna. Érvelés technikában mindenképpen. Hát, joghallgatóknak tartok az eltájék egy ilyen órát. Nagyon érdekes, hogy milyen könnyen meg lehet őket vezetni, hogy a, a, konkrét jogi érvek sajnos a legtöbb beszédben nem állnak, de nagyon ügyesen vannak becsomagolva, és sajnos többen, töb, töb, többen, benézik ezt a, ezt a csúsztatást, és nagyon izgalmas, hogyha ezeknek a, beszédek, ezeknek a beszédeknek a szerkezetét felfejtjük, miért ezek az érvek, milyen sorrendben, milyennek a jelentősége, milyen hatást akarok kelteni, ezt milyen eszközökkel érem el. És azt gondolom, hogy ennek igenis van van últsága, az ilyen nyelvünk Nekünk, modernkori embereknek gyakran a fejünkbe száll a modernségünk büszkesége. Tehát, értem? hát mi egészen mások vagyunk, mint, mint akkor azok. Hát tógában, meg ha adjuk már. <laughs> mások vagyunk bármiben, gondolkodásmódban, logikában, furfangban, bármiben? Nyilván más, hogy élünk, hát ez ad dolgokat. Más, hogy de... élünk. Az emberi természet szerintem ilyen drasztikusan nem változik, hogy ha ezeket a beszédeket megnézem, hogy mitől félnek, vagy, vagy mi a cél, az, az nagyon hasonló. Tehát biztonságot szeretnénk, békét szeretnénk, és ezért nagyon sok mindent hajlandóbbak vagyunk megtenni, vagy elfogadni. És hát ezek a beszédek is ilyen témák körül mozognak. Úgyhogy azt mondom, hogy hasonló az ember. Mit kaptunk a rómaiaktól? Ugye ez volt egy program is, egy előadás, aminek gyakorlatilag ez volt a felütése. Így van. És hát adja magát, hogy akkor ezt én is megkérdezem, hogy igazán mit hagytak ránk? itt idézhetném a Brian életének a híres jelenlétet. Brian. igen, Brian, igen. Mit adtak nekünk a rómaiak? Ebben az előadásban, ezt nem én tartottam, én ennek csak a házigazdája voltam, indítottunk egy új ismeretterjesztő ókoros előadás sorozatot, és azt gondoljuk, hogy van ennek ma a jelentősége, hogy beszéljünk ókortudományról, teremtsünk új kapcsolódási pontot, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent ma az ókor, hogyan tud ehhez a fiatalabb generáció kapcsolódni, hiszen gondoljunk csak a görög mitológiára, bemegy a gimnáziumba, a gimnáziumba is tanítok, a görög mitológiánál csillogó szemeket látok, mindenki ismeri a görög isteneket, számos mítoszt, köszönjük ezt Percy Jackson regényeinek meg a filmeknek, és utána valahol elveszítjük őket. Pedig ez a világ ez sokat adhatna nekik, és akkor még őszintén nyitottak rá, és ez a gondolati mag volt, ami elindította ezt az előadás sorozatot, vagy adta ennek az ötletét, hogy próbáljunk ókorról úgy beszélgetni, hogy ez érdekes legyen ma is, és próbálunk kurrens témákat választani, mely azt mondjuk, hogy mind szakmailag is izgalmas, és azt mondjuk, hogy ma ez az ókori diskurzusnak a része, a szűkebb tudományterületünkön, de másoknak is érdekes. Az első előadásnak a felütése az a kultúra, mint a görög és a latin nyelv, mint az európai kultúra alapja volt. És azt járta körül az előadó Adamik Béla, hogy hogyan alakult ki az, hogy a, a rómaiak magukat a görögök mellé tudták emelni. Ugyanis az ókori világban nagyon érdekes, hogy a rómaiak az első másodlagos kultúra vagy másodlagos irodalom. Ez alatt azt kell érteni, hogy ők az első olyan csoport, aki egy másik csoport fényében definiálja a saját önképét. A görögök megkülönböztetése nagyon egyszerű volt, vagyunk mi görögök, és mindenki más a barbárok. És ez nagyon komoly erőfeszítést és időt igényel a rómaiaktól, hogy magukat a görögök mellé tudják emelni. Plautus neve talán ismerősen csenghet, azért időnként magyar színházakban is egy-egy darab előfordul, leginkább a 72 katona. Ő például a Szamárvásár című művének az elején azt írja, hogy ezt a, ezt a művet görögül Démofilosz írta, Barbára pedig Plautus fordította. Itt meg megvan a különbség a Krisztus előtti harmadik századnak a vége, második század elején. furcsa, a saját önmeghatározások, hogy elfogadják ezt. Pontosan, és egy generációval később terencius már fölvállalja, hogy görögről saját művét latinra fordította, saját művet, bocsánat, tehát a görög művet latinra fordította, és még két generációval később már ott tartunk, hogy azt mondjuk, hogy van Hellas, van Itália, és vannak a barbárok. Száz évvel később meg már ott tartunk, hogy a rómaiak azt mondhatják, hogy mindkét nyelvünkön. És a mindkét nyelvünkben a latint és a görögöt értik. És akkor ezt jártuk körül, hogy ennek milyen hatása van akár Magyarországra, ugye gondoljunk például a Szent Koronára, milyen izgalmas, hogy a koronán egy görög és egy latin koronából áll össze. Mindkét így, nyelvünkön. Mindkét nyelvünkön, abszolút, így van, így van, így van. Úgyhogy ezt a folyamatot tekintettük végig. Amellett, hogy persze a, a magyar kultúrában a görög nyelv, az sokkal kevésbé van jelen, mint a latin. Ez így van, ennek a gimnáziumi háttér az alapja, amit ma már említettünk. 1854-ben vezették be a kötelező görög oktatást Magyarországon a gimnáziumokban, és ez egészen 1945-ig tart. Annyi könnyítés, hogy 1890-ben hoztak egy úgynevezett görög pótló törvényt, amely már nem tette kötelezővé, hogy a gimnáziumokban görögül kell tanulni, hanem elegendő műfordításban olvasni a görög szerzőknek a műveit. És ez sajnos nem tudott visszatérni a közoktatásban semmilyen formában. Az hogy nem beszélünk latinul. Az azt gondolom, megbocsátható, az, hogy nem értünk latinul, az talán nagyobb baj. Pontosan azért, mert rengeteg szerző művei a 20. század közepéig, te is tele vannak tűzve van. latin kifejezésekkel. Mindegyiket vagy szótárazzuk, vagy szójegyzeteljük. Pontosan így van. Ahelyett, hogy ezt folyékonyan olvasnánk, mint a maga korában, aki könyvet vásárolt, ő értette. Ez így van, ez egy probléma, és erre valahogy szeretne a magyar ókortudomány és a magyar lati, latin tanárok közössége valamilyen formában reagálni, de ez egy nagyon nehéz harc, úgy látom, ugyanis, hogy említettem is a modernitást, hogy mit, ért, mit, ítélünk meg hasznosnak. Hát az angol nyelvet. Hát igen. Ennyi. Tehát lassan németül, spanyolul, olaszul sem tanul senki, mert hogy van. angolul kell. Így van, viszont egy ilyen környezetben mert nagyon többé nehéz. A lesz a így van, így van, így van pontosan és ez, ez ez nagyon nehéz helyzet, hogy hogy egy ilyen pragmatikus világban hogyan tudjuk vonzóvá tenni egy holt nyelvnek a tanulását. Mondhatnám azt, hogy jobban érti a magyar nyelvtant, hiszen a latin egy bonyolult, grammatikára épülő nyelv, akkor ezt meg kell tanulnia, és akkor ezáltal a magyar nyelvtant is jobban érti. El szoktak hangozni ilyen érvek. Persze, de ez bármilyen más nyelvnél igaz, hogy erre rákényszerítenek, akkor muszáj látnom a megfelelő rendszert. Úgyhogy ez a nyelvek felől nem igazán fog szerintem működni ez az érvelés. Ezt valószínűleg a kultúra felől kell megfogni, hogy a mi európai kultúránknak a latin az igenis egy eszenciális része. Az az viszont egy érdekes kérdés, hogy Ritók professzorul írta a Homérosz Magyarországon című munkájában pár éve, hogy úgy érzi, hogy egy fordulóponthoz érkeztünk, hogy a jövőben milyen formában tud a mostani generáció kapcsolódni az antikvitáshoz, vagy tud-e egyáltalán kapcsolódni az antikvitáshoz, pont emiatt a gyakorlatias megközelítés miatt, hogy akar-e, tud-e időt, energiát szállni arra, hogy ebben a világban elmélyedjen. És ez az elmélyedés, csak kulturális, vagy pedig ennek a nyelvi részét is hozzá tudja tenni, ez még sajnos tényleg időkérdés hát a valószínűleg, világban. Valószínűleg a igazi kulturális elmé elmélyedéshez kellene a nyelv. Ez így van. Az kettő a kettő nyilván érten. együtt jár. A mesterséges intelligencia mennyire tud valamit kezdeni a latin nyelvvel? Próbálták már? Hát, amit egyelőre ilyen fordító programok produkálnak, amiket beadandó kapcsán szoktam olvasni, azok igen rossz eredményekre szoktak. szoktak lebukni? Igen, így. Mert ilyen kifejezés nincs, te hogy találtad ki? Igen, vagy hogy a magyar fordításban volt már olyan, hogy CIA ügynökök rohangáltak, ami azért okozott ókori Igen, ami elég furcsa, ugye, Amerika. Igen, úgyhogy ebben nagy erőfeszítéseket nem kellett tennem. De mégis azt gondolom, hogy valahogy ebben a. A mitológia lesz az, ahogy, ahogy ezt meg tudjuk fogni, és erre kellene valamit felépíteni. Nem tudom, a Netflixen az új sorozatot, a káoszt, azt nem esetleg... Nem volt hozzá. Még nem látta, olyan szempontból jó is, hogy a végül a Netflix, ami amúgy meglepő, mert 7,5-ös volt az IMDB index és egészen jó kritikákat kapott. Nagyon izgalmas a volt. Fémes műsort is csinálhatnánk, már látom nagyon szeretem a filmeket, pláne ha ókorról szólnak, de nagyon érdekes volt a gondolat, hogy, hogy a teljes görög mitológiát áthelyezték a mai világba. Ez mondjuk olyan szempontból standardnek mondhatjuk, hogy például van egy Csintalan, Istenek című kötet, ez pár éve ugyanezt tette meg egy angol írónő, csak a korabeli Londonba helyezte át a görög mitológiának az eseményet, és teljesen más színbe tűnt fel minden. Itt pedig a jelen krétáján játszódnak az események. És ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy amikor a mítoszokat elkezdem a saját koromra használni, hogy ebben hogyan hogyan tudok a saját koromnak a problémáiról beszélni úgy, hogy valójában valami általánosról beszélek a mítosz révén, de mégis valami nagyon aktuálisról. És annak ellenére, hogy ez a sorozat nagyon sok szempontból ö, abszurd, időnként banális, ezzel együtt nagyon szórakoztató, azért vannak igen komoly felvetései. Valami ilyesmiben látok kapcsolódási pontot a, a fiatal generációhoz, hogy Ilyesmi kell lehet őket megfogni. Hát a saját nyelvükön? Így van. Így van. És utána ebből kellene valahogy a nyelvet hozzátenni valamilyen mértékben. Említett, hogy tanít középiskolában is, ott a diákokkal ez könnyen megy? Tehát fogékonyak arra, hogyha lehozza nagyon az ókori témákat a mai ö, világba, hogy azt értsék és akarják érteni? Akarják érteni, és nagyon szeretik. Tehát ez szerintem arról szól, hogy mennyire tudom őket megfogni, mennyire akarok az ő, az ő világuknak a részese lenni. Ö, Pár éve nagyon népszerű volt a Rome Total War című stratégiai játék. Újra lehet játszani a római csatákat. Tehát az osztályban a gémereket meg voltak őrülve ettől, amikor ezt bedobtam. Vagy akik inkább olvasgatni szeretnek, zseniális könyvei vannak Steven Saylornak, 17 kötet, magyarul olvasható, Róma Szubróza sorozat, és ráadásul a gimnáziumban is tárgyalt a római köztársaság válságában játszódnak ezek a krimik. Vagy a családregény és fantasztikus, a három kötet, Róma Birodalom Dominus tehát meg lehet találni velük a közös hangot, és, és akkor is nyitottak Melyik erre. Melyik tanít? Az Obuda járped gimnáziumban. Hát, azért a diákoknak ott jó dolguk van. Most megköszönöm, hogy beszélhettünk erről. Fontos téma volt, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, hát most az is egy film valójában, az a kérdés felvetés, de a latin volt az alapjának a a dr. Seres Dániel. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a hívást.